fényes csillagösvényt az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint apáink régen, törjük szét a láncot. Figyeljük a turul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Ma egy szomorú és egyben vidám esemény veszünk részt, ugyanis megemlékezünk Farkasinszky Tóbor professzor úrról, ellenben bemutatjuk az utolsó nagyszerű munkáját. Erre Mandizsőr professzor urat kértem fel, és Bak István kutató, magyarságkutató fog néhány megemlékező mondatot mondani. Nagy szeretettel köszöntöm professzor úr családját, kedves feleségét, leányát és fiát is. És megkérném először Bak István magyarságkutató urat, hogy néhány mondatban emlékezzen meg a professzor úrról. Köszönöm. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a Tibor családját, köszöntöm a barátaimat, köszöntöm a meghívott vendégeket. Egy olyan emberről, egy olyan barátról próbálok egy pár szót mondani, aki a magyar társadalom rendszerváltása után a szakmai háttérből kilépve a nemzet kulturális, történelmi értékeit és múltját kutatva a magyarság jövő képéhez nagy mértékben sikeresen hozzájárult. Ugye nem egy átlag és egyszerű embert szeretnék bemutatni, ő a magyar nemzet történelem formálójának egyik nagy alakja. Nem csak a munkájával, emberi nagyságával is példát tudott mutatni. Ő tudta azt, hogy ez a világ teremtett világ, és azt is tudta, hogy ebbe a világba az erkölcs pedig nem valami fiktív fogalom, hanem képesség, amely Istentől származik. Ez az erkölcsi háttérrel, az egyenes gerinccel állandóan példát mutatott, és állandóan értéket tudott teremteni, nem csak az emberi kapcsolataival, hanem a munkájával, kutatásával. Olyan irányt, történelmi gerincet épített fel a magyarság múltjában, ami egészen több évezred vagy év tízezrek nagyságát is átöleli, egészen Mezopotámia észak területéről, Urmia tóttól indította el a magyarságnak is őseit, ez a szkita múlthoz kapcsolódik, több hullámban Európába, Ázsiába érkező nép, amelyik az emberiség, világtörténelem olyan alkotó kultúrát rögzítő néphez tartozik a magyarság is a szkitaságon belül. Ő ezt az irányt nagyon komoly tudományos alappal, hozzáértéssel művelte. A élete egy pár gondolatot, tehát nemzet igazi hű, rendíthetetlen katonája volt, ő közgazdászként nem vett részt országunk kirablásában, hanem inkább önkétesen a magyar nemzet kutatója lett, hűségesen kitartott dr. Gyárfás Ágnes professzor mellett is, sőt, ő kezdeményezte kitüntetését a professzorok hazáért társaság közreműködésével. A professzorok hazáért társaság, hogy azok a nemzet irányú
vezető szellemiségű emberek, akihez ő is tartozott, akiknek fontos volt a magyar nemzet nemzeti létének megőrzése, fontos volt a tisztességes, igazságos kutatói munka, ő nem vált kollaboránssá, és nem plagizált sohasem. A tudomány számára szentség volt, amit nagyon komoly alapossággal, türelemmel, kitartással végzett. Ő elérte ugyanazt a fokozatot, amit a Nagy Lajos Király Magánegyetemnél a magyarság tudományhoz kapcsolódó PHS fokozattal is rendelkezett. Ugye a doktorátusa és a közgazdaságtudomány kandidátusa, a magyarságtudomány bölcsészeként nyugalmazott főtanácsos, a munkai érdemrend ezüst fokozatának kitüntetve a magyar ősvallás, az őstörténetkutató volt tanára a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemének. Feltárta a magyarok hitregéi a Kaszpi-tenger délkeleti környéki és tényleges Urmiató, mint ahogy említettem, az Urmiató vidéki őshazájának egyköri létét, a létezés, a változás, a szabályozásan régen ismert világtörvényét, a magyarok és rokon népeik ősi Isten világszemléleti bölcseleti rendszerét, annak alapján a régi magyar műkincsek, például Nagyszent Miklósi aranykincs edényei, a Béla király pénzelé, a Lehel kürtje, műtárgyak, például a Miska kancsó, a lucaszék egészének és ábráinak jelentését. Sokszor jókat beszélgettünk vele, többségben egyetértve. Sajnos nem tudtam már elmondani neki, hogy Soroksáron van egy ház, ahol az összes Miska kancsot összegyűjtötték és kiállították, amelyeket kerámikusok Magyarországon készítettek. Tehát itt több ezer darabról beszélünk. Ha a kutatásban valamiben tévedett, azt elismerte. Nagy büszkén vállalta Szármata származását, a Szarmatát állandóan kijavítva nekünk, mindig javította, hogy nem Szarmata, hanem Szármata. Tehát vannak olyan kedves emlékek, ami ő hozzá nem csak emberileg, hanem barátilag is vonz. A PHS dolgozatunk védésénél ő volt jelen, nagyon mélyen belelátva, meglátva azokat a kutatási új értékeket, amivel a munkánkkal a magyarság és a pálos rend szellemiségéhez, őstörténetéhez hozzájárultunk. A munkái a magyarok aranya, a nagy Szent Miklósi kincs, a harmadik Béla királyi rejtett középkori pénzén az ősi magyar istenségről, a népről, a hazáról, a dinasztiáról írt. A Lehel kürtje faragványainak jelentéséről a magyar őstörténet új alapokon 2000-től, a Miska kancsó, a három királyok vagy mágusok ősi magyar párhuzamai egyetemi segédanyagként, a lucaszék. Ugye lehetne sorolni még azokat a munkákat, közösségbe résztvevő teljesítményt, amivel ő nem csak a mikro, hanem az úgynevezett makro nagy közösség a nemzet javára is tett. A jelenlegi könyv, amely elkészült, az nem sokára befejezve Mandisi György barátomnak adom át a ismertetés szempontjából. Tehát azt lehet mondani, ami az ő értékéhez hozzátartozik, még egy-két gondolatként, ugye nem csak én és a feleségem Bak Erzsébettel közösen tapasztaltuk az ő nagyságát, hanem odafigyeltek többek között a Miskolci Egyesület vezetése is. A Tibolt Szabina is megemlékezett róla, és a dr. Gyárfás Ágnes nyelvész is.
Még gondolatként van egy kiegészítésként, ugye föl az ő szellemi részéhez kapcsolódva, ugye nagyon fontosnak tartotta a teremtett világ kérdésében az isteni helyzetet, állapotot, amely az ő szavaival élve, hiszen ha Istenről beszélünk, akkor az Isten mindenben jelen van, térben, időben, anyagban, egészen a molekuláris, mikroszerkezeti, tehát minden, ami körülvesz bennünket, az a teremtői, a teremtett világi, az Isten jelenléte. Én egy példát húznék fel ebben a kérdésben, a halotti beszéd magyar lélektudománynak megfelelő elemeket hordoz, így a magyar világszemléletre is következtethetünk. És ezzel a gondolattal szeretném majd bezárni az ő élet munkájára való megemlékezést. Ugye a halotti beszédbe ugye úgy kezdődik, hogy Isa pur és komu vagyunk. Ebben a kérdésben és ebben a halotti beszédben az Isa, az Ise, az állandó megjelenő fogalom, amelynek a kérdéséhez nagyon sokan hozzászóltak, de a Tibor közelítésével ugye azt lehet mondani, hogy az Isa az nem más, mint az ős, és az ős nem más, mint az Isten, az Is rendszere, tehát a por kérdése az egy genetikai folyamat, amelyik Ádámmal elindul, és a genetikai rendszeren szaporodás kapcsánban ezt az ős port, ezt folyamatosan végigvisszük, először egy életformájában, és a mi porunk az a ősünknek, a porának a genetikai folyamata. Tehát nem egy önálló, megsemmisülő eltűnési folyamatról van szó, hanem egy, tehát nem általános természeti vagy közet pontról beszél, hanem őseink poráról van szó, amit genetikailag öröklünk, és ez lesz porá, azaz az ősünk pora. Tehát ez is, ez a nyelvemlék teljesen illeszkedik a Farkasinski Tibor Isten értelmezéséhez, Isten képéhez. Az ő munkája tudományos alapú, tehát a kutatásai nagyon alapos munkával készültek, és adtak nekünk irányt a jövőben. Köszönöm a figyelmüket, és akkor felkérlek tégedet, légy szíves. Csak szeretném megköszönni Bak Istvánnak férjemről elmondott kedves szavakat családom nevében is. Köszönöm szépen. Tehát Farkasinski Tibor, én nem ismertem őt ifjú korában, hanem akkor, mikor a rovásírással kezdtem foglalkozni, és megírtam a rovásírás történetét, akkor ebben a folyamatban találkoztam a nevével, végig vizsgálva mindazokat, akik ebben a kérdésben tettek valamit, és meglepetéssel vettem tudomásul, hogy van egy ember, akit én nem olvastam sehol az újságokban, nem olvastam ezekben a tudományos lapokban, és valami, hogy került ez ide, és hogy csinálta, és mit csinált, és akkor a egymás után következő kiadásait a könyvenek végigolvastam, és valamivel később, ha jól emlékszem, már a könyvnek a megjelenése után, amelyik hát a rovásírásnak a nagy enciklopédiája, de a rovásírás nagy enciklopédiája kapcsán, mivel a rovásírás állandóan, mint vezérelv szerepel a könyvemben, hát
felfedeztem, hogy ez Farkasinszky, ez egy érdekes dolog, ez sok olyan kérdésről beszél, amiről előzőleg nem beszéltek, és máshol viszont, hogy mondjam, becsatlakozik egy bizonyos irányzatban, ugye ezek, amit én úgy neveztem, hogy a sumerológusok irányzata. Aztán kiderült, hogy ez a sumerológus irányzatban ő ebben is nem a szokványos stílust képviseli, ugyanis nála nem abban áll a lényeg, hogy megint felfedez még néhány szót, és akkor azt mondja, hogy na ebben a szó, hát ebben is föl lehet ismerni a sumer gyököket, és akkor, hanem nála ez egy eszköz. Na és hát ezt én meg is írtam annak idején, 2010-ben, mikor megjelent ez a könyv, és hát ott Farkasinszky több mint 2,5 sornyi vonatkozás van az indexben, tehát abból lehet látni, hogy ki az, aki valamit letett az asztalra, mert ott ez egy olyan, mint egy nagy ilyen anyagkönyv, amiben benne szerepel minden felfedezés és minden listára kerül, és hát kiderül, hogy ő neki bizony éppen elég felfedezése volt arra, hogy 2,5 sornyit, hát abba belemegy 30 vagy 40 utalás, ugye, mert ezek csak számok. És akkor ismertem meg őt személyesen, mikor a jelenlevő Bolya Pistának a lakására kezdtem járni, mert Pistáik meghívtak, hogy miután megjelent a rovásírásról ez a nagy enciklopédikus mű, hogy hát jöjjek ott és tartsak nekik ott előadást, minden. És akkor felfedeztem, hogy van valaki, aki mindig az ablaknál ül, és ott mint egy ilyen, hogy mondjam, nagyon érdekes, végig ilyen feszült pózban vár, és mindig követi az embert, és mondtam, ki ez az ember? És azt mondja, hát de ez a Farkasinszky. Aha, mondtam, ez a Farkasinszky. Na, akkor azonosítottuk a személyt, és így ismertem meg őt személyesen is, és ezért aztán, mikor arról volt szó, hogy hát Farkasinszky tanárúrról bizony kéne megjelent egy könyv, és hát most itt maradt bemutató nélkül, hogy elvállalom. Mondtam, hát természetesen, hogy elvállalom, mert az egyik legérdekesebb figurája, és hát a sumerológus magyarságkutatók közül az egyik legérdekesebb, biztos, mint karakter, a leghatározottabb, legeredetibb. Most, hogy én újra ezt a könyvet most elolvastam, és lényegében fölmelegítettem azokat az összes témát, mert ez a könyv, mondjam el az elejéről, hogy ez nem egy szokványos könyv, hanem ez egy az ő alapművének a negyedik kiadása, vagy negyedik átdolgozott kiadása végül is. Tehát ő az a személy volt mindig, aki sosem volt a szem önmagával elégedett. Megcsinált valamit, azt mondta, ez jó, de még valami kéne, még valami kéne. És ez a fajta nyugtalanság, ez a fajta erőfeszítés, hogy azt, amit megalkotott, az már majdnem kész, de még lehet rajta javítani valamit, na akkor javítsunk rajta ezt, azt, amazt. És ez az állandó önjavító, mondjuk így, szemléletmód, ez az, ami az ő egész életét, és az életét úgy, mint tudós, meghatározta. Hogyan is áll ez, vagy miben is áll ez az ő újdonsága? Én azt hittem, hogy az elején, hogy hát igen, ő is egyik a sumerológusok között, hát Badinyi Jóstól kezdve ez az új korban rendkívül sokan vannak, akik ebben foglalkoztak.
És megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy mikor most újraolvastam az egészet, hogy hát én áll ez a sumerológus dolog, ez végül is egy olyan, mint az a bizonyos, aki táncolni megtanul, akkor az a kájhától tanul megtáncolni. Hogy a kájhától kell, oda jön a hölgy is, oda jön ő is, és onnantól majd indul aztán a tangó, és az újabb tánc, és az újabb tánc, és mindig a kájhától kell kezdeni a dolgokat. Na ez az ő életművében ez a kájha, ahonnan mindig visszatér, ez a sumér. Mitől, miért olyan fontos? No, hát, eddig ez nem sikerült megállapítanom, ameddig ezt a könyvet végig nem olvastam, mert bár a sumérok, nincsen oldal szinte, ahol a sumérokról szó nem esne, na de van egy néhány dolog, amiben meghatározza azt, hogy a sumérság miért olyan fontos. Hát azért mondja, mert ő nem egy olyan fantáziadús magyarság képet akar festeni a magyarokról, a magyar ősiségről, amelyik mítoszok és legendák, mesék és hasonló mindenfélékből összesző majd egy történetet nekünk. Nem, ő egy olyan dolgot akar mondani, amiben a sumérság vezérfonal. És ha a sumérság neki vezérfonal, akkor azt kell mondani, mit, hova, honnan vezérel és hova. Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy megállapítja, hogy igenis a sumérok nem magyarok, és a magyarok nem sumérok, de van egy nagyon fontos dolog, amely az egész magyarság történetét végigkíséri a sumérság, azért, mert a időszámításunk előtt 2000-től nagyjából egészen időszámításunk után olyan 300-400-ig kb. A sumérságnak a nyomai fölismerhetők a gondolkodásban, mint egyfajta olyan nyelv, amely azt a funkciót használja, amit mondjuk így tudományos köznyelv. Tehát a sumér nyelv lehet használni, az azt jelentette ebben a periódusban, hogy ez egy tudósnak a szövege, ahol a sumér nyelv, ez a tudományos köznyelv volt, az a köznyelv, ami körülbelül 300 tájénkát már átvette az Európában mindenütt, a latin vette át ezt a funkciót, és ezt követte egészen napjainkig, amikor nagyon megint egy ilyen váltásnak a szemtanúi vagyunk, minden az angol. Ugyan ez a dolog, hogy van egy ilyen tudományos nyelv, amit mondjuk így a tudósok egymás közötti kommunikációs nyelvének nevezhetnénk, ő azt mondja, hogy ez kérem, a sumér nyelv ezt a funkciót, amit a latin nyelv folytat, a sumért mikor abba adják, akkor pedig, később pedig az angol veszi át, hát ezt a funkciót töltötte be a sumér. Tehát azt kell elvárni, hogy a sumér nyelv és a magyar nyelv között minden szót át lehessen fordítani. Ez egy illúzió, mert nem az. Mert a magyar nyelv nem sumér, és a sumér nyelv nem magyar. Ezek még csak nem is rokon nyelvek, nagyon, nem szorosan rokon nyelvek, hanem olyan nyelvek, amelyek bizonyos funkciókban igenis mindig jelen voltak, és jelen is lesznek. Ez egy nagyon érdekes és újszerű megközelítés módja ennek a kérdésnek, amelyik egyből kiküszöböli azt az irdatlan mennyiségű vitát, amely arról szól, hogy hát ezt a magyar szót miért nem lehet sumérból lefordítani, vagy sumérra lefordítani, vagy sumérból kialakítani, és mégis nagyon sokat át lehet alakítani. Mitől származik az, hogy a sumér nyelv ilyenre nagyon alkalmas? No hát ugyanarra, amire a kínai nyelv, az ázsiai
oldalát a tudománynak, ahogy egy régi, minden ázsiai szót, mondjuk így mitoszt, vagy névrendszert kínaiból mindig meg lehet magyarázni. Miért? Mert a kínai ott ugyanezt a funkciót betöltötte, és évezredeken keresztül ez a nagy közvetítő nyelv volt, attól függetlenül, hogy milyen nyelvek voltak, hogy még ott 3000 másféle nyelv is volt. De ha tudományos szöveget akartál alkotni, a kínaiban épp úgy alkalmas volt, hogy ezt a kínaiban lefordítsák kínaira, kínai értelmezéseknél végig használják. Ezért most érdekes, ha belegondolunk, hogy mit is fedezett fel, hogy hol lehet mindig számon megtalálni a sumér szavakat. De a sumér szavakat akkor lehet megtalálni, hogyha valami fontos helyrajzi tényezőt akartak rögzíteni, no, ott mindig megjelenik a sumérre fordíthatósága ennek a szövegnek, és akkor a sumérból lehet magyarázni végül is számtalan ilyen kérdést. Mi az, amit nem lehet csinálni? Azt nem lehet a köznapi szavakat, tehát azt, hogy én játszom, vagy én sétálok, ezt sumérból magyarra, és a magyarból sumérra nem lehet mozgatni, mert ez nem egy tudományos kérdés, hanem ez egy lét kérdés, és erről szólnak végül is a nyelvek. Abban a pillanatban, mikor ezek az istenek szintjére jutnak, arról, hogy hogy vannak mesehősök, akkor állandóan viszont megint megjelenik mindig a sumér példa, a sumér kép, amiben visszatükröződik ez a valóság. A másik nagyon érdekes mozdanat, ami a könyveit nagyon sajátossá teszi, az, hogy sosem volt ő ilyen önmagával szemben elfogult. Ez nála nem létezik, hogy ő azt mondja, hogy ezt én mondtam, és akkor a professzor Dixit, akkor a többiek mindenki vegye tudomásul, hogy én ezt megmondtam nektek, és akkor ezt fogja be mindenki a száját megnézni. Nem. Nálam mindig ez úgy van, hogy azt, amit ő fölfedez, az egy lépés a nagy megoldás felé, és akkor vannak nála, kiderül, hogy ez ugyanennek a dolognak a második megközelítése, a harmadik, a negyedik, és meg is számozza őket aztán. 8 vagy 10 példa van arra, hogy miért gondolja azt, hogy a magyarok az Urmia-tó mellett voltak. Akkor erre vagy 13 ilyen dolgot talál. Miért gondolja azt, hogy ez jó lenne, hogy ezt így értelmeznénk? Megint jön 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Mindig precízen felsorolja mindazokat a lehetőségeket, amik megvalósíthatják azt a gondolatot, amelyiket ő elképzelt. Hasonlóan ilyen precíz és számrendszerekbe végig gondolja ezeket a dolgokat, mindig, mikor meg akarja tudni, hogy hány vándorlás volt, akkor őnála megvan az 1-es A, az 1-es B, 1-es C, és így további végig jönnek a törzsek, csapatok, népek, amelyek vándorolnak, és ez a vándorlás 5 nagyobb vándorlás, ha van, akkor ezt mindig kikerekíti szépen, és megmondja, hogy igen, ez a világ ilyen szervezett, rendezett, átlátható, mert ez az bizonyos,
isteni tisztánlátás, ami mondjuk őt vezérli, és ő ezt pontosan látja, hogy a kereteket, és azt is, hogy ez mire ad megoldást, és azt is, hogy ez mire nem ad megoldást. És akkor mindig ezért, mikor befejez egy ilyen részt, akkor mindig azzal fejeződik be, hogy na, akkor tisztelt olvasó, akkor idáig eljutottunk, láthatjuk, hogy ez most ezt a kérdést körüljártuk, és jól megoldottuk, ha nem, akkor még ide lehetne még folytatni, ha nem, akkor megyünk a következő kérdésre, és azt elemezzük, és azt is szintén fölboncoljuk, és megmondjuk, hogy melyek azok a keretek, amik között ez van, létezik, és mikor lesz ennek, mikor válik szükségessé ennek az eddigi gondolkodásmódnak a revíziója. Ez a fajta önteltséghiány az, ami másik ilyen rendkívül szimpatikus vonása, és ugyanilyen módon közelíti meg mi azt, hogy vajon a tudomány, a másik, a magyarsággal kapcsolatos elméletek, akkor megint következik 1-től 13-ig, vagy 14-ig, vagy 15-ig, ezeket az elméleteket mondja a tudomány erről a kérdésről, de mondja, ha megnézzük a harmadikat, a negyediket, az ötödiket, a tizenegyediket és a hatodikat, hát ezek nem megoldások, nem jók, tehát tovább kell kutatni, érdemes a tudományt tovább folytatni és eljutni oda, hogy az egész világot magunk előtt lássuk, és ebben lássuk a tudománynak a helyét. Ő végig ezen a szempontból ír, hogy a tudomány, ez most a tudomány álláspontja erről a kérdésről, és ez a kérdésből nem tudunk kilépni még tovább, de a fő vonalak megvannak. És végig, ha lehet, akkor ilyen rajzok vannak, amelyekre mindig hivatkozik, hogy ezek a sémák láthatóak, így vannak, amúgy vannak, az utak, hogy az utakat pontosan be lehet rakni azokat a kereteket, amelyben vannak, és azt, amikor nincsenek. És érdekes módon, hogy mekkora precizitással választja szét azt, amit elfogad, és azt, amit nem fogad el. Például van az egyik, amiről Andrissal közösen írtunk egy könyvet, a tatárlaki lelet. A tatárlaki leletről is. Ő megmondja, hogy hát ezt nem azt kell képzelnünk, hogy a tatárlaki lelet azt bizonyítja, hogy a sumérok itt éltek a Kárpát-medencében. Nem. Ez nem bizonyítja. Ez mit bizonyít? Ez azt bizonyítja, hogy a sumér szöveget alkalmazni lehet ezekre a jelekre, amiket itt látunk, és ez azt jelenti, hogy valamivel sumér kapcsolt nép volt olyan, aki eljött ide a Kárpát-medencébe, de eznek nem voltak a sumérok. És ezek nem voltak a magyarok sem. Ez valamilyen rokon nép volt, és aztán meg is állapítja pontosan, hogy ezek melyik törzsek voltak azok, amiket feltételezni lehet, hogy a Kárpát-medencébe ide letelepedtek, no, és ez azt a fogalmat aztán kidolgozza végül egy nagy-nagy elméletté, amely úgy néz ki, hogy vannak a népek, és vannak a rokon népek. És aztán ezek a népek és a rokon népek, ezek kialakítanak egy mindig valamiféle társadalmi alakulatokat, birodalmakat, királyságokat, császárságokat, ahol ezek a rész elemek egy bizonyos szövetet alkotnak,
de ez a szöveg nem örök, hanem ezt minden korszakban újra kell vizsgálni, fölül kell vizsgálni, és ilyen szempontból az ő elméletei folytathatóak, tovább vihetőek, és ettől kezdve kiderül, hogy hát igen, a Farkasinszky féle elmélet, alkotás ebben a pillanatban kiderül, hogy ez egy örök. Mert egy olyan keretet ad, egy olyan sémát ad, amiben lehet kiemelni egy-egy részletet, az lehet, hogy kiderül, hogy az nem a legtökéletesebb, de viszont erről a séma, az, ami megvan, az maradandó, és ezt a maradandó sémát mindig föl lehet tölteni újabb tudással, újabb kutatások eredményével, és ha ezt valaki megcselekszi, hát akkor azt mondom, hogy Farkasinszky úr rábólint, úgy, ahogy mindig az ablakból, mindig rábólint. Igen, ez jó, akkor ez. Emberek, folytassátok. Köszönöm a figyelmüket. Pár szót mondanék arról, hogy az a dal, az a népdal, aminek a dallamára a Farkasinszky tanár úr néhány verszakot megkomponált, az tulajdonképpen ezeket a dalokat régen, az ősiségben, még ugye Krisztus előtt 2-3 ezer évvel, amikor még a sumér idők voltak, és a közlekedő nyelv, ugye a közvetítő nyelv a sumér nyelv volt, akkor még istentiszteleti szertartásokat tartottak, és ezeken az istentiszteleti szertartásokon különböző népdalokat, imádságokat mondtak. Hozzáteszem, hogy a macsar, ami szintén egy sumér név, ez adta a mi nemzetünknek, a magyar nemzetnek is a nevét. Ez nem mást jelentett, mint világanya. Ennek a jelképe volt a cédrus, vagy a doboztermő fenyőfa, vagy a ciprus, ami a mi őshazánk volt, az Urmia-tó mellett is, meg az Zagros-hegységben nagyon sok termet, és nagyon sok fa élt, ilyen fa, és akik az ősi hitet vallották, tehát a kereszténység előtt, azok az ilyen magaslatokra és az ilyen fákhoz mentek Isten tiszteleti szertartásra. Na most itt, mint ahogy már itt említették, a Farkasinszky tanár úr nagyon jól tudta, hogy úgy kell elképzelni az Istent, hogy az mindenben és mindenkiben benne van. És ezt a sumérok és a régiek nagyon pontosan tudták. És amikor dicsőítették az Istent, az istenséget, meg dicsőítették az életet, meg a termékenységet, mert iszonyú nagy tisztelete volt a megtermékenyítésnek, a termékenységnek, akkor ilyen istentiszteleti szertartásokat tartottak, ahol lakomát folytattak, tehát ételt vettek magukhoz, és italáldomás volt. Az étel az a női minőség volt, az ital az egy férfi minőség volt, és ezt a két dolgot magukhoz vették, és ezzel az ő saját istenségüket, kibe mennyi volt, azt erősítették. Erről szólt a istentisztelet. A manapság már csak a Bója Pisti féle csapattal emlékeznek a maiak erre az ősi szertartásra, mert a kereszténységnél már áldozásról beszélnek, meg áldozathozatalról, de szó sincsen erről. Áldomásról van szó. A régiek áldomást ittak, hiszen a sumér nyelvben az áldu szó, az azt jelenti, hogy áldott, és a mai terhes kismamákat is áldott állapotúaknak, csak mi magyarok mondjuk.
a magyar nyelvben rengeteg szó megmaradt ebből az ősi sumér nyelvből. És a Farkasinszky tanár úr ezeket fejtette vissza, és bontotta ki, és rakta rendszerbe. Ő volt az, aki ezt a 3x3-as rendszert megalkotta, és ebbe illik tulajdonképpen nagyon sok minden, nagyon sok érve, amit ő fölhöz, már 37 érve van, amellett, hogy mi a Urmia tó mellől származunk. Azért adta ki a negyedik kiadást is, mert ugye az elsőnél még csak 21 érve volt, de a kutatások meg a során egy csomó minden elé jött, és meg kellett írnia, ezért adta ki a negyedik kiadást. Na, szóval csak oda akarok kiukadni, hogy tehát az istentiszteleti szertartásokon nem csak ettek, ittak, hanem varázsszavakat mormogtak, és énekeltek. Na, az egyik ilyen ének volt, ezek az énekek, meg ezek a varázsszavak megmaradtak a magyarba, a gyerekmondókákban, népdalokban, népmesékben, és az egyik ilyen dal volt például ez a Tatai kertek alatt három kislány zabot arat. És erre a népdalra fogalmazta meg a tanár úr a többi verszakot is, amivel az istenséget, az istennőt, az Isten családot dicsőítjük. Tulajdonképpen ebbe a dalba ugye olyan jelképek, meg olyan szimbólumok szerepelnek, ami ezt a termékenység, tehát amiből rájöhetünk, hogy ez a népdal a termékenységet, meg a megtermékenyítés dicsőíti. Például a kert az a megtermékenyülésnek a helyszíne, vagy a három kislány az a három istennő, igen, Macsar, Magó, Geni, ez őket jelképezi, vagy a zab az a mag, az élet, a gazda az tulajdonképpen maga a férfi istenség, és amikor begyűjtik ugye a zabot, magot, akkor szeretőt keresnek maguknak, az meg azt jelenti, hogy ismét megtermékenyülnek, hogy az életet tovább tudják adni. Ma már ugye szexet csinálnak az egészből, de régen ennek óriási tisztelete volt. Na, és akkor most elénekeljük. Ez a cédrusnál, amit szoktunk énekelni, minden napi egyenlőségnél, napfordulónál, tehát ez évente 4 alkalommal van, ahol a Bolya Pisti megszervezi, és kivonulunk a Nyéki hegy mellé, a Kondor utcába, ott van egy nagy kert, ahol van a Fedák Sárinak volt a régi nyaralója, és annak az udvarán állt egy cédrus. Ez a cédrusfa, ugye, ami a világ, Isten és a tudásnak a fája, ami az ősök is összegyűltek, és Isten tiszteletet tartottak, és a Bólya Pist is összeszedi a csapatot, és akkor oda kivonulnak, én is párszor, meg jó párszor, hát a tanár úr meg, szerintem minden alkalom, amikor egészséges volt, ment. Ő szervezett be engem is. Nagy boldogan mentem mindig, de akkor jókat iszogattunk, eszegettünk, lakmároztunk. És közben énekeltük például ezt a dalt, akkor. A tatai kertek alatt három kislány zabot aratt, sejhaj zabot aratt a gazdának, szeretőt keres magának. És akkor most, amit a Farkasinszky tanár úr megszerkeztett, a budai cédrus mellett fiúk, lányok ünnepelnek, sejhaj ünnep a napfordulása, szerelem virágnyílása. A budai cédrus fánál néhány kislány a bárványfánál, sejhaj bárványfánál szépen táncol, szeretőnek férfit bájol. A budai cédrus körül
több lány istennőnek örül, sejha istennőnek örül, táncol szeretőnek férfit bájol. A budai cédrus mellett néhány kislány Isten feltett, sejha Isten köszönt szépen, táncol, azzal is szeretőt bájol. A budai cédrus alatt sok lány istenséget malaszt, sejha Istennőt és Isten malaszt, szeretőnek férfit választ. A budai cédrus alatt lányok dala szól, mint malaszt, sejhaj szól a malaszt istenségnek, virág nyílik a legénynek. A budai cédrus alatt sok lány dalol, istenség malaszt, sejhaj a nyakába gyönt sort akaszt, szép tánccal szerelmet fakaszt. Aljában a cédrus fának jó barátok pálinkáznak, sejhaj pálinkáznak tábortűznél, beszélgetnek a tűzfénynél. Alatt a cédrus fának ismerősök italozának, sejhaj italoznak tábortűznél, dallal táncol a tűzfénynél. Íme ott a nagy cédrusfánk, ha mellette pálinkáznánk, sejhaj pálinkáznánk tábortűznél, szerelmet tisztelnénk tűznél. A budai cédrus mellett fiúk, lányok ünnepelnek, sejhaj ünnep a nap újjárása, szerelemnek boldogsága. Köszönöm.